Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy filmet szeretnék bemutatni, a címe ennek Succubus. Én ugyancsak a rövidített verzióját láttam, de ritka az, hogy érdemes egy filmre rászánni a teljes időt. Mégis úgy éreztem, hogy ez valami, amit érdemes megosztani és érdemes beszélni erről. Aki tisztában van a Succubus jelentésével, hogy miről is van szó, az nyilván tudja, de ez egy érzékenyebb téma, úgyhogy ha valaki küszködik különböző vágyakkal, akkor óvatosan haladjon tovább. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Beszéltem én már, ha jól emlékszem, erről is számos alkalommal, de Aedra nem is egy valós személy. Aedra nem is létezik a valóságban. Nem az algoritmus, vagy egy bot, vagy valami ilyesmi, hanem ő egy démon, aki megjelenik emberi formában. Azt nem tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok a valóságban pontosan, csak azt tudom feltételezni, hogy amit látunk a filmekben, annak köze lehet ahhoz, ami körülöttünk történik. Feltételezem, mindenki összerakta most már ezt a kettőt meg kettőt, amit mondani szeretnék, nem is tudjuk, hogy ki az, akivel kommunikálunk a virtuális világban. Teljesen mindegy, hogy egy komment háborúról van szó, vagy akár ez esetben egy társkereső oldalról. A világháló lehetőséget ad az ellenségnek arra, hogy az ideológiáját terjessze korlátlanul, non-stop, az év 365 napján, 24 órában. Amit az ember néz, vagy hallgat, az beszivárog az elmébe. Ráadásul még azt is meg kell értenie mindenkinek, hogy amit nézünk vagy hallgatunk, az az, amire a figyelmünk terelődik. Arra összpontosul a figyelmünk, az elménk arra koncentrál, amit nézünk, ez így van a virtuális térben, vagy a valóságban is. Visszatérünk Jobhoz egy pillanatra, ha már itt tartunk, azt mondja a 31-es fejezetben, szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Ha megnézzük a Szent István verziót, azt mondja, hogy saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Mikor azon töpreng valaki, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Biblia választ ad minden kérdésre, akkor íme itt van a felelet. Lehet, hogy nem írják le tudományosan, hogy mik azok a fiziológiás reakciók, amik végbe mennek egy emberben, amikor ezt cselekszi. De a figyelmeztetés ott van, és az, aki nyitott szemmel jár, illetve úgy olvas, azt az atya el fogja kormányozni a helyes úton. De térjünk vissza a főhőshöz, aki mielőtt törölte volna a profilját, még összetalálkozott ezzel a nővel. She seems like the perfect match. Just then, the hot woman calls him via the website. With a video call, Chris hesitates for a moment, but he decides to answer it. As the video starts, Chris discovered that the woman is using effects and is wearing sunglasses, so her appearance is completely hidden. But her figure is indeed as shown in the pictures. The two of them chat happily. Chris learned that the girl's name is Aedra. Her eyes seem to have an ailment. That makes her fear sunlight. That's why she wears sunglasses. Their conversation is pleasant. The atmosphere gradually heats up. És most, hogy Chris meghozta a döntés belül, ugye ezt megfigyelte az, aki éppen őt figyelte ez esetben a spirituális oldalon. Nyilván engedélyt kell, hogy kapjon a spirituális oldal arra, hogy az ember életébe belépjen. És azzal, amit csinált, Chris azzal megadta ezt a lehetőséget neki. Azzal, hogy elfogadta a videóhívást, belépett egy új, egy másik dimenzióba, abba a dimenzióba, ahol az ellenség uralkodik. És onnantól kezdve, ha végigköveti valaki a filmet, már nem is volt visszaút. Nem is kell odáig elmerészkednünk, hogy azt állítsuk, hogy ezek ilyen démonok a társkereső oldalakon. Nem kell, hogy démonok legyenek, elégséges az, hogyha a szellemiség beférkőzött ezen embereknek az elmébe, akár férfiak, akár nők, teljesen mindegy. És amennyiben így van, az ember azon kapja magát, hogy nem is azzal az egyénnel beszélget, hanem azzal a lénnyel, ami azt az embert irányítja. És még ekkor is, mint ahogy látja mindenki, kapott egy jelet, még egy figyelmeztetést, amikor is megérkezett ez a fuvallat, lesodorta a képet a házasságukról, ugye a feleségével van ezen a képen, és összetört az a kép.
ami előre vetítette azt, hogy mi lesz a következménye, hogyha megy tovább ebben a kapcsolatban. De ekkora már késő volt, ugyanis mindaz, amit látott, mindaz, amit hallott, beférkőzött az elméjébe, és onnantól kezdve nem is tudta azt onnan sehogyan sem kiűzni. De nézzük tovább. Shot. He calls her, claiming to end this immoral relationship. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594. Minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!